az akadémistákkal a funkcionális mozgás mintaszűrést végeztük el, amely a következő tesztekből áll, egy mélyguggolási tesztből, kitörés tesztből, kell végezniük akadályátlépés tesztet, vizsgálunk náluk aktív nyújtott lábemelést, vállmobilitást, rotációs törzsstabilitást, illetve fekvőtámasz tesztet is. Ezek a tesztek arra szolgálnak, hogy egy komplett képet kapjunk a gyerekek fejlettségéről, és ennek segítségével tudnak az edzők, illetve az erőnléti edzők edzésprogramot is tervezni, hogy melyik játékosnak milyen feladatokat adjanak, akár a konditeremben, akár a pályán. És ezzel szeretnénk az esetlegesen bekövetkező sérülések esélyét minimalizálni.